Ez nem lenne baj. Nézni kell a tűhegyét. Tehát így azt mondom, na adjad be aztán. Hátra kell tenni a fejed a falhoz. Gondold el, és így jön. Van a másik érzéstelenítő, amit ide beszúrnak. De ez nem lenne még baj, hanem így, hogy ide menjen, és hogy... Mondom, ne haragudja, már miért nem nyomja be, mit keres? Mit? Az IQ-ját. És a mai napig nem jött értesítés, hogy megtalálták, vagy nem. Na szóval, és mondom, hogy hát a doktor úr, ez, az olyan kellemetlen, ez, nem lehetne ezt így hátulról? Dehogy nem. Csak akkor az már nem a szemészet, hanem az urológia. A nagy manőver minden műtét után, ugyanis úgy kell vége a műtétnek. Jaj, tudod mi a varatot, hogy hívják, amivel összevajlják a műtét után? Szemölcs. Várjál, amikor még feküv... Jaj, van egy jó vicc, ezt nem veszélek. Házi buli, mindenhol foglalt, Anus kimegy az erkélyre. És hát ott dolgozik, megez meg az ilyen pöty. Jön vissza, azt mondja, mi, eszik az eső, fúj a szél. Képzeld el, az új magyarnak a felesége gyereket vár. Hát az apa az orvoshoz elmegy, hogy a doktor úr, tessék, két jönni, mert az asszonynal van valami. Hát az orvos mindjárt ment ki, hogy... Főutcán laktak, a tanács betonoztatta ki, térdi, a pro úrbe, meg a pro sárbe. Na, kapcsolja be a villanyt. Hát az még nincsen. A petróleum, az meg már nincsen. Oda vittek egy ilyen katonai áramfejlesztő kerékpárt, láttam már ilyet. Ezt tessék itt tekerni, és akkor majd lesz világosság. Na. Apa kezdte hajtani. Ilyen volt a lámpája, hogy